Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szekszárd a büdös város, bűztering a vármegye székhelyen. Iskolakezdés. Sokak számára nehéz lehet az alkalmazkodás. Hagyományőrzés. Romanap Bonyhádon. 21. Telen a kupa. Készülnek a bajnokságra a futszálosok. Már napok óta panaszkodnak a szekszárdiak, rendkívül büdös szag terjed az egész városban. Erről lehetett olvasni beszámolókat a közösségi médiában. A kommentelők csak találgatták a kellemetlen szag okát, melyet a város felső részén és a központban is érezni lehetett. Szekszárdiakat kérdeztünk. A Botján hegy és környékén miért van trágyaszag? Tette fel a kérdést az egyik szekszárdi közösségi média csoport tagja augusztus 26-án hétfőn. A bejegyzésre több száz hozzászólás érkezett. Voltak, akik a szennyvíztelepre gyanakodtak. Az egyik kommentelő azt írta, a szennyvíztelepről viszik ki ilyenkor az átalakított rágyát a földekre, és amíg nem szántják be és terítve van a földeken, addig bűzleni fog. A témával kapcsolatban kérdeztük a szekszárdiak tapasztalatait, először a város felső részén, a Botyánhegy közelében. Igen, kimentem ebbe az épületbe lakom itt, és az erkéről lehetett érezni, hogy olyan valami nem stimmel. Ez tegnap volt? Tegnap. És mit gondolod, hogy mi lehetett az? Hát hogy... valamit égettek, vagy valamilyen. Nem tudom. Mi is napok óta panaszkodunk, és tapasztaljuk, hogy rettenetes bűz van, tehát valami trágyaszagnak gondoljuk, de hogy honnan jön, nyilván akkor, amikor a szél erre fújja felénk, ez nagyon-nagyon... csavarja az órunkat, tehát ez nem egy jó dolog így. Fönt lakom a Vagbotyán utcába, este nem lehet az ablakokat kinyitni, hát olyan bűz van. És mit gondol, hogy mi lehet az? Hát szerintem a szennyvíztárolótól jön, vagy valahonnan a sertés telepről, nem tudom, hogy itt a környéken hol van sertés telep, de valahonnan jön, az tény. A helyiek szerint a bűz nem csak a város felső részén, hanem a központban is érezhető volt. Tegnap délutántól kezdve egész 9 óráig, fél 10-ig borzasztó bűz volt. Szagolgattuk, hogy mi lehet, hát nem állatbűz volt, rájöttünk, tehát nem trágyaszag, valami egyéb ganyérszag volt, nem tudjuk, hogy pontosan mi, de nem tudtunk szellőztetni. Már én elmondom őszintén, hogy törölközővel az orromon, arcomon így néztem a tévét este. Nem vagyok egy finnyás természetű, de nagyon kellemetlen volt fiatalember. Egy futárként dolgozó fiatal is hasonló tapasztalatokról számolt be. A kollégákkal beszélgettük az utunk során, hogy különböző címekre mentünk, és mindenkinek hány ingere volt már a szaktól, és egyszerűen nem tudtunk normálisan dolgozni, és haza kellett mennünk, mert nem tudtunk illenni. És szerintem, ha tényleg ilyen a probléma, én azt mondom, hogy ezt mint mezőgazdasági technikus, ha tényleg sertés vagy marhatrágyat engedtek ki a földekre, azt azonnal bele kellett volna dolgozni. Tehát hagyták, hogy ott legyen, igye be a föld, ez nem történt meg szárazságban, ezért lehetett ez a probléma. A témával kapcsolatban e-mailben kerestük az Erőv Vízi Közmű ZRT-t, arról érdeklődve, hogy a szakhoz van-e bármi közük, és ha van, akkor pontosan milyen formában. Kérdésünkre adásunkig nem válaszoltak. Hamarosan kinyílnak az iskolák kapui, kezdődik az új tanév. A nyári szünetet követően sok gyermek számára nehéz lehet az újrakezdés, az elsősök számára pedig a beilleszkedés. A témával kapcsolatban Vecsei Tündét, szekszárdi klinikai gyermek szakpszichológust kérdeztük. Az iskolakezdés sok családban aktuális minden év szeptemberében. Ez nem csak a diákokat érinti, hanem a szülőket is, legyen szó kicsi vagy éppen nagy gyermekről. Pozitív, illetve negatív irányban befolyásolhatja az érintetteket az iskolakezdés. Lehet egy kicsit pozitív stressz, mert hogy így várom azt az iskolát, akár egy nagy csoportos, hogy végre nagy lány leszek, nagy fiú leszek, és hogy egy ilyen nagyon pozitív élménnyel várom az iskolát. Ezt egy viszonylag egészséges és pozitív stressznek mondjuk, ami nyilván átmeneti és el is múlhat. Aztán beszélhetünk negatív stresszről, amikor mondjuk már úgy várja a gyerek az iskolát, hogy hú, mi fog történni, és ott nagyon jónak kell lenni, nagyon kell figyelni, és tanulni kell, és ez már egy kicsit negatív stressz. A stressz az egy átmeneti reakció, ami könnyen csaphat át szorongásba. Ennek testi tünetei is jelentkeznek hasfájás, hasmenés, étványtalanság formájában.
Viszont lehet ennek egy hosszantartó folyamata is, ami akár szociális fóbiához is vezethet. A gyerekeket az alkalmazkodást pszichésen meg tudja viselni. Fontos, hogy a szülő hogyan tudja kezelni ezt a szituációt. Vagy támogatja a gyermeknek a stresszel való megküzdését, vagy pedig megnehezíti a gyereknek a helyzetét, és felerősödik a gyerekben lévő stressz. Most az, hogy a szülő ugye mitől stresszel, azt talán mindenki átéli, akinek gyereke van. Tehát tudjuk, hogy egy óriási anyagi teher a családoknak a számára, és ilyenkor kezdődik a rohanás, hogy jaj, minden meglegyen, futok a papírboltba, csomagoló papírért, mi kell, olló kell, hurkapálcika kell, melyik évfolyamos gyereknek, éppen mi az aktualitás, és hogy valóban ez az egész családot megviselő stressz helyzet. A gyerekek a hosszadalmas nyári szünet után általában nehezebben tudnak visszaülni a tanulópadba, mivel a napi rutin kötetlenebb volt a nyáron, mint az iskolai napok során. Azt szoktuk mondani szakemberként, hogy úgy augusztus elejétől szépen lassan érdemes a gyerekeket felkészíteni arra, hogy jön az iskola kezdés, és hogy valahogy visszaálljanak majd abba a rendszerbe, ami meghatározza a hétköznapokat. És ebben nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy a gyerek mikor fekszik. Ugye nagyon sokat beszélünk a média használatról, az internetről, a telefonos játékokról, és sajnos az a tapasztalat, hogy itt éjszakákban menőkig hajlamosak a gyerekek játszani, és aztán valahogy nem tudják, mikor van reggel. A baráti társaság kialakítása is fontos az iskolai években. Külön probléma nagyon sokszor a beilleszkedési zavarral küzdő gyerekeknek a problematikája, akik egyrészt nagyon sok negatív hatás éri őket az intézménybe. Ez részben azért, mert hogy sokat fegyelmezik őket a pedagógusok, és azt érzik, hogy nagyon sok negatív visszajelzést kapnak, ami így az én képüket negatívan minősíti. És nagyon sokszor szoktunk erre kitérni, hogy fontos a fegyelmezés, és igenis nagyon fontos irányt mutatni a gyerekek számára. Nagyon fontos az őszinte kommunikáció a gyermek és szülei között. De nagyon jó az, amikor például a reggelit csomagolják a szülők, és azt mondja a szülő, hogy mondjuk teszek bele egy picike kis ajándékot oda az uzsonnás tasakba, vagy a tolltartóba. És ez lehet egy olyan icipicike kis tárgy, ami a szülőre emlékezteti a gyereket, és amikor kinyitja, akkor mégiscsak az, hogy otthon szeretnek engem, én tartozom valahova, számíthatok a szüleimre, mellettem állnak, akár iskolában vagyok, akár nem. Az odafigyelés és kellő felkészítés az iskolai tanévkezdésre elengedhetetlen. Megkezdődött a szarvasbőgés Gemencen, tájékoztatott a Gemenc ZRT sajtóközleményében. A szervezet ennek kapcsán szarvasbőgés hallgató túrákat is szervez az elkövetkezendő 3 hétvégén. A túrákkal kapcsolatban bővebb információ a Gemenc ZRT honlapján és közösségi média oldalán érhető el. Eredményesen befejeződtek a Paksi Atomerőmű 5-ös blokk nukleáris szigete alatti talajszilárdítási munkálatok, egyben megkezdték a 6-os blokk nukleáris szigetének talajszilárdítását is, számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mindezekkel párhuzamosan zajlik a teljes talajkiemelés munkálatainak előkészítése. A helyszínen már több mint 1000-en dolgoznak, ez a szám jelentősen növekedni fog a következő időszakban. Meghívót kapott a magyar labdarúgó válogatottba a Paksi FC-ben futballozó Vas Gábor. A fiatal 20 éves védő Tollán kezdte karrierjét, innen igazolt Paksra, ahol azóta már az első számú csapat meghatározó alapemberének számít. Vas Gábor a korosztályos válogatottakban korábban már bemutatkozott, most Márko Rossi szövetségi kapitány a Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő felnőtt együttesben is bizalmat szavaz neki. Idén 26. alkalommal rendezték meg a Bonyhádi Roma Hagyományőrző Napot. Nagy múltja van ennek az eseménynek a romák körében, minden évben sokan látogatnak el a rendezvényre. Bonyhádon immár 26. alkalommal tartották meg augusztus 25-én a Roma Hagyományőrző Napot. A rendezvényen különböző tánccsoportok léptek fel, hogy megmutassák hagyományőrző táncaikat. A
program keretén belül tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazott gyerekeket a város roma nemzetiségi önkormányzata. Volt a roma önkormányzatnak egy pályázati kiírása, a pályázati kiírásnak megfeleltek a gyermekek. Most pontosan nem tudom, hogy hány gyermek, de közel 30 gyermek nyertes pályázata lett igazából elbírálva, és ez úgy zajlik, hogy ilyenkor ezen a napon ünnepélyes oklevelet adunk át számukra, amivel holnapi nap folyamán a városi önkormányzatnak a pénztárába lehetőség lesz a kategóriának megfelelő pénzkifizetésben. Hatalmas segítséget kapnak, hogy ezt a napot minden évben meg tudják rendezni. Nagyon fontos elmondanom, hogy a roma önkormányzatnak a költségvetésének igazából a több mint a felét képezi ez a rendezvényünknek a fenntartása, illetve megvalósítása, és ehhez nagyon nagy segítséget kapunk a várostól, ugyanis a város az minden évben 1.390.000 forinttal támogatja a roma önkormányzatot, ami nyilván nagy segítség nekünk, és ezzel is tudunk gazdálkodni, úgyhogy nélkülük igazából azt gondolom, hogy ez nem valósulhatna meg, és azt gondolom, hogy bátran ki lehet jelenteni, hogy ahogy a németek, székelyek, ugye a romák is helyet kapnak a városba, és ezáltal itt vagyunk mi is, és városi rendezvényt tudunk biztosítani az itt élőknek. Brandt Róbert számolt be arról, hogy a roma közélet érdekében milyen jövőbeni tervek valósulhatnak meg. Kifejezetten a roma hagyományokat kívánják őrizni, a roma kultúrát ápolni, és ez a célja egyébként a CIKÖSZ-nek országosan is, és az országos roma önkormányzatnak is, azon kívül, hogy néha azért belekényszerülnek a roma önkormányzatok, és így az országos roma önkormányzat is abban, hogy szociális feladatokban próbálnak segítséget nyújtani, de én azt gondolom, hogyha munkát tudunk adni az embereknek, amit becsülettel, tisztességesen elvégeznek, azért tisztességes bér jár. Elsődleges és fontos szempont, hogy mindenki egyaránt tisztában legyen és ismerje meg a roma kultúrát. A társadalom felé ezt mindenképp szeretnénk vetíteni, de amit én személy szerint nagyon fontosnak tartok, hogy a romaságban a hazai cigányságnak a fiataljai, a fiatal generáció ismerje meg a saját kultúránkat, a saját hagyományainkat és őrizzék, ápolják, hiszen egy gyönyörű kultúra. Nyelvet tanulják a nyelvet, és ezt bátran használják is bárhol. A táncainkat, a zenéinket, nagyon híres festőink vannak, költőink vannak. Én azt gondolom, hogy ezt őrizni kell, ápolni kell, és a fiatal generációnknak ezt át kell vegye. Nekünk meg ez a feladatunk, hogy átadjuk. Megtartották a Tolnai Vitál Sport és Szabadidő Egyesület családi napját a Dombori Strandról labdapályákon. Gyermekekből, szülőkből, nagyszülőkből, testvérekből álló alakulatok küzdöttek meg egymással. A 16 csapatból tavalyhoz hasonlóan szoros döntőben végül a Tóth Péter, Tóth Ákos testvérpár múlta felül a 2023-as bronzérmes Varga Balázs, Varga Balázs apa-fia duót. Éves karbantartás miatt nem lesz használati melegvíz Bonyhádon. A Fűtőmű Kft. Közleménye szerint az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati ZRT éves tervszerű karbantartási munkákat végez a gázrendszeren augusztus 28-ától 30-áig. Emiatt a használati melegvíz szolgáltatás szünetel augusztus 28-a reggel 6 órától augusztus 30-a dél előtt 10 óráig. 21. alkalommal rendezték meg a Retail Day Telena kupát Tolna Mösön, a város sportcsarnokában. Remek alkalom ez a női futsalbajnokság kezdete előtt, hogy a csapatok fel tudják mérni saját tudásukat és ráhangolódjanak az érkező szezonra. Az egész napos eseményen több NB1-es csapat, valamint egy NB2-es is harcba szállt a végső győzelemért a csarnokban. Az NB1-es mezőnyből 4-en képviselik a mezőnyt. A hazai Tolna mellett a Debrecen, a Csepel és a NB1-be idén újon Ceger jött meg, és az NB2-ből pedig egy szimpatikus fiatal veszprémi csapat van itt. Sajnos Miskolcot vártuk még a tornára, ők nem tudtak eljönni a mai nap, egy kicsit átszerveztük a tornát, és 5 csapattal úgynevezett körmérkőzéses rendszerbe bonyítjuk le a tornát, ami eddig remekül zajlik.
Simon Ferencet az első két lejátszott mérkőzésük után kérdeztük, hogy jelenleg a hazai gárda hogyan szerepel. Most éppen egy 0-0-ás döntetet játszottunk a Csepel ellen, egy picit ez váratlan eredmény, de tudni kell, hogy ez egy felkészülési torna, a felkészülés jelenlegi szakaszában nem az eredmény az elsődleges. Az a lényeg, hogy az edző felméri a csapatnak a mostani felkészültségét, lássa az új játékosok hogyan tudnak beilleszkedni, és végül is két hét múlva indul a bajnokság, addigra kell topnak lenni a csapatnak. Az említett edző Revelan Zoltán nyilatkozott, hogy az előző idényhez képest mire lehet majd számítani. Már köztudott, hogy az együttes jelentős változásokon esett át. Igen, a tavalyi szezonhoz képest 6 távozónk volt. Voltak köztük meghatározó játékosok, voltak köztük kiegészítő játékosok is. Próbáltunk a helyükre olyan fiatal, tehetséges, még a futszállal ismerkedő játékosokat hozni, akikről azt gondoljuk, hogy erősítést fognak jelenteni. Nyilván a felkészülés közepén tartunk, még hosszú a bajnokság, sőt, még el se kezdődött, ugye még nem vagyunk kész, de így kicsit előre nézve célunk mindenképpen, hogy a tavalyi szezont megpróbáljuk megismételni, tehát az alább nem szeretnénk adni, ugye ez tavaly bajnoki döntőt és kupa döntőt jelentett, az a célunk, hogy idén is legalább eljussunk idáig. A Tolna Mözs a harmadik helyet tudta megszerezni, az elsőséget pedig a Deac zsebelte be. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Kihasználták az utolsó nyári napokat, fesztivállal búcsúzott a főszezontól a Harkányi strand. Segítik a vidéki vendéglátókat, eszközbeszerzésre, fejlesztésre igényelhetnek támogatást. Beach run, vízben, homokon és füvön is futottak. A nyár utolsó napjai sem telnek el programok nélkül a Harkányi strandfürdőben. A főszezon zárásaként fesztivál tartottak a vizes létesítményben augusztus utolsó előtti hétvégén. A zenei programok mellett a minden évben nagy érdeklődéssel várt vizes póló versenyt is megtartották a Harkányi nyárzáró fesztiválon. József! Sziget-Szentmiklósról! József volt az egyik versenyző, aki indult a Harkányi nyárzáró fesztivál férfi has szépségversenyén. A jelentkezőknek a Lepke-medencénél rögtönzött kifutón kellett megmutatni kerek idomaikat, miközben a nézők a medencéből locsolták őket. A versenyzők élvezték a szereplési lehetőséget, miközben megmutathatták mindenkinek a kisebb-nagyobb pocakjukat. Az első három helyezett 1, 2, illetve 3 tálca sörrel lett gazdagabb. József végül második lett a versenyen. A család nevezett be, és egy nagyon jó élményt adott nekem itt Harkányban. Most vagyunk először, Sziget-Szentmiklósról érkeztünk, és frenetikusan jó volt. A férfiak után következtek a hölgyek, ők vizes pólóban mutatták be idomaikat, amit szintén pontozással értékelt a zsűri. A merész hölgyek bemutatóján a legjobbakat vásárlási utalvánnyal díjazták a szervezők. A harmadik legtöbb pontot elért induló 50 ezer, a második 75 ezer, míg az első helyet elért induló 125 ezer forintos utalvánnyal lett gazdagabb. A nők versenyét Viki nyerte. Hogy csöppentem bele, hát igazából a férjem szerette volna, hogy részese legyek ennek a versenynek. Én még mindig izgulok, úgyhogy nem tudom, hogy tudtam magamat rávenni. Mire költjük? Ez még kérdéses szerintem, úgyhogy majd kiderül. A férfiak has szépségversenye és a nők vizes pólós megmérettetése a Harkányi Fürdőfesztivál egyik legjobban várt és leglátványosabb programja minden évben. De ezen kívül még számos programmal várták augusztus utolsó előtti hétvégén a Harkányi strand vendégeit. Hála jó Istennek az időjárása a nyár közepi fesztiválhoz képest nagyon jó. Igazi strandidővel tudjuk fogadni az ide látogató vendégeket. A 3 nap alatt 4 színpadon körülbelül 60 programmal készültünk, úgyhogy azt gondolom minden korosztály megtalálja azt, amire vágyik, egészen a kisgyerekektől a idősebb korosztályig.
A főszervező elmondta még, a nyárvégi fesztivállal ki tudják tolni a turista szezont, ezért rendezik meg minden évben. Ez növeli Harkány népszerűségét, amellett, hogy jó a szállásadóknak és jó a strandnak is, ahol idén is teltház volt a rendezvény alatt. Összesen közel 300 millió forint értékű támogatást hívhat le mintegy 200 vidéki alkalmi vendéglátó üzlet és további 100 vidéki zenés-táncos szórakozóhely. Az üzletenként igényelhető 1 millió forint visszanemtérítendő támogatás immár a harmadik eleme a Magyarország kormánya által a vidéki vendéglátóhelyek számára indított 13 milliárd forint értékű támogatási programnak. A támogatási program további őszi ütemeiben a kávézók, a büfék, az italüzletek és a bárok adhatják majd be igényeiket. Ételek a bemutatópulton ezen a korábbi felvételen. A mesterkurzuson résztvevő szakácsok munkái ezek, amiket egy vacsora keretében a vendégek is megkóstolhattak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában rendezett úgynevezett mestervacsorán. A vidéki vendéglátás segítése, támogatása fontos a kormányzat szerint. Ezért írtak ki olyan pályázati lehetőséget, ami javíthatja a vendéglátó szakma helyzetét. A támogatásról a Baranyai Gasztronómiai Klaszter vezetőjét kérdeztük. Örülünk neki, bár jobban örülne szerintem az összes vendéglátós egy nagyobb támogatásnak, most ez nem az, hogy sírunk, hanem a fejlesztés miatt jobb lenne egy nagyobb pályázati lehetőség, de ugye ebben a pályázatban az ENTAK rendszerhez kötődően, ENTAK rendszerenként 1 millió forintos pályázat van, és nekünk is jól jön, mert tudjuk, hogy hova tenni, tudunk újítani, tudunk berendezést venni, vagy éppenséggel valamilyen gépet venni. Ugye nekünk több cégünk van, több becsünk van, és így többet tudtunk pályázni. Az érintett vidéki alkalmi vendéglátó üzletek és zenés táncos szórakozóhelyek augusztus 5-től szeptember 5-ig pályázhatnak. Az üzletenként igényelhető 1 millió forintos forrást a korábbi szakaszoknak megfelelően korszerű konyhatechnológiai eszközök beszerzésére, energiahatékony és gazdaságos üzemelés támogató fejlesztésekre, a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök vagy készletek beszerzésére igényelhetik, valamint felhasználhatják nagyobb beruházásokhoz is. A támogatás immár a harmadik eleme a Magyarország kormány által kiírt vidéki, kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelése című programjának, amelynek célja, hogy mérsékelje a hazai turizmus területi koncentrációja következtében a vidéki szolgáltatókat érintő versenyhátrányt. Vízben, homokon és füvön is futottak a Balaton-Lellei strandi futóverseny résztvevői. A 7. Beach Runon több távon is indulhattak a futók, a szervezők a gyerekekre is gondoltak egy minitávval. A rendezvény évek óta több mint 1000 embert vonz a tóparti strandra. A legkisebbek 500 méteres távjával indult az idei strandfutás a Balaton-Lellei strandon. Az idén is népes mezőny állt rajthoz a különleges pályán. Ez Magyarországon egyedülálló, hogy így a vízben és a homokban együtt van a táv, és nincs benne semmi aszfalt, semmi kemény burkolat. Szerencsére nagyon sok a visszajáró vendég, olyan is van, többeket találkoztunk már tegnap, hogy mutatták, hogy a korábbi évek érmeivel a nyakukba jöttek ide be a strandra, amikor készülöttünk a versenyre, úgyhogy szerencsére sokan visszajárnak. A felnőttek mezőnyében már a legrövidebb 1500 méteres táv is nagy versenyt hozott. Gyorsítani, gyorsítani, mert egyelőre úgy néz ki, hogy együttesen haladva! És akkor itt a vége, fussövének, gratulálunk, megvan itt a győzteseknek a célba érkezés, nagyon nagy küzdéssel a srácoknál! Sokan sportolóként vágtak neki a távnak, de a vízben futás mindenki számára kihívás volt. Az ellenfél miatt nehéz volt. De ugye... A víz, amikor térdiget, akkor az nagyon kemény van. Szerintem most fáradt ki mindenki a legjobb. A résztvevők szerint, bár alapvetően ez egy bulifutás és nem az eredmény számít, teljesíteni jóval nagyobb kihívás, mint egy szárazföldi futóversenyt. Nehezebb. Azt mondom, hogy én egy éve futok szárazföldön, igaz, hogy rövidebb távokat, tehát ön 10 kilométer, de megterhelőbb. Ugye a víznek az ellenállása, meg a nyomás azért sokkal nehezebb. A futók még 3 és 5,2 kilométeren is próbára tehették magukat.
A pálya nehézsége mellett a rajthozállóknak még a hőséggel is meg kellett küzdeniük. A szervezők ugyanakkor jeges és vitaminos vízzel, friss gyümölcsökkel várták a célba érkezőket. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Szekszárda büdös város, bűztering a vármegye székhelyen. Iskolakezdés, sokak számára nehéz lehet az alkalmazkodás. Hagyományőrzés, Romanap Bonyhádon. 21. Telen a kupa, készülnek a bajnokságra a futszálosok. Szerdán ismét zavartalanabb napsütésre van kilátás, kevés, fátyol és gomoly felhőzettel, kánikulával. Csapadék általában nem valószínű. A hőmérséklet délután akár a 35 fok körüli értéket is elérheti. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!